Csehova asszonyai. Csehova asszonyai. A felszabadulást követő első nagy színházi Csehov előadásban nagyon fiatalon már játszottam. Az akkori Vígszínház színpadán a három nővérben Natalját. A Vígszínház épülete a harcokban súlyosan megsérült, így a színház a volt Rádiusz mozi épületében nyílt meg, ott, ahol most a Thália színház van. Olgát Gombaszögi Frida, Mását Mezei Mária, Irinát Dajka Margit játszott, a versenyint pedig Tímár József. Következett a Sirály, a Néphadsereg színházában 8 évvel később. Hegedűs Tibor rendezte az előadást, Arkadinát, a színésznőt Súlyok Mária játszotta, Trigorint, az írót Szabó Sándor, Trepjovot Benkő Gyula, Szorint Ajtai Andor. Én voltam Nina Zarecsnaja. Ez az előadás teljesen belém rögződött, a ruhákra is emlékszem. Az első felvonásban Nina hófehér ruhát viselt kendővel. A kendő rojtjai akár a szárnyak. Aztán volt egy halvány szürke ruhám, kissé amolyan matróz galléros. Végül volt egy szürke, fölötte fekete köpeny. Eredeti fűzőt viseltem, ez palack formát adott. Olyan tartást, amely Csehov korának asszonyaira volt jellemző. Nina egyébként Csehov egyetlen alakja, aki végül is ki tud törni az életbe. Ezzel röpül ki. Tud hordani a keresztedet, és higgy. Ninának ezt a záró monológiát önálló estembe is belevettem, és mindig elmondom. Sok év múlt el ismét. És 1970-ben ugyanazon a színpadon, csak most már ismét Vígszínháznak hívták, ahol Nina voltam, a Ványa bácsi Jelena Andrejevnáját játszhattam, Latinovics Zoltán bányája és Darvas Iván asztrogja mellett. Rettenetes nagy dolog volt. Rettenetesen nagy dolog volt Csehovval együtt létezni. Próbák után a színház mögött a kis vendéglő asztalánál folytatódott a beszélgetés estig. Latinovics tele volt ötletekkel. Emlékszem, a mamát alakító Pécsi Blanka megkérte, nem mondjon egy szót. Azt hiszem a satrafát, mert az csúnya. Jó, egyezett bele Zoltán, maga viszont beszéd közben ingassa a fejét. Mind a ketten szót fogadtak egymásnak. Nézd csak ezt a járást, honnan vehette? Figyelmeztetett egyszer Pécsi Blanka, és a furcsán kacsázó Ványa bácsira mutatott. Én tudtam, hogy Latinovics Zoltán ezt önmagától vette. Ez volt a nyári járása, a laza, az elengedett, amely így a Ványa bácsi egyes jeleneteibe is bekerült. A három nővérben 1972-ben nem akartam játszani. De Horvai István, a rendező, mesélni kezdett, hogyan képzeli, milyen lesz a színpad. Aztán elvállaltam Mását. A három nővér vers, líra, költemény. Minden Csehov dráma az. Én, a színésznő, pedig a költőt tartom a világ legnagyobb lényének. Csehov, költő. A színpadon, ha látszólag egymástól függetlenül hangzanak el olykor a mondatok, még akkor is rímelnek egymással. Vers, amelynek sorai között titkok lappanganak. Én pedig hiszek a titkokban. Ezután a Cseresznyéskert, 1974-ben Ranyevszkaja. A Párizsból hazatért földbirtokos asszony, aki úgy megszokta a kávét, hogy éjjel-nappal issza. Ez a századfordulón úgy hangozhatott, mintha ma valaki a kábítószerről beszélne. Később megkérdezik Ranyevszkaját, esznek-e Párizsban békát? Még krokodilust is, válaszolja. Ennél a mondatnál megakadtam. Mit jelenthet? Mi lehet mögötte? És valahol bennem jelezni kezdett egy emlék. Én már találkoztam a krokodilussal, de hol? A Hamletben döbbentem rá. Szerettem Oféliát. 40 000 testvér szerelme összefogva nem ér az enyémmel. Mit tennél te érte? Innál-e mérget? Ennél krokodilt? Én megteszem. Az ilyen fölismerés sokat segít a színésznek. Igen. Csehov szerepeim, még a Kutyás hölgy filmváltozatában Ia Savinna magyar hangja is én voltam, megerősítik bennem, hogy nincs modernebb író Csehovnál. Talán egyedül Shakespeare, mert ő még régebben élt.